A KRC 2-0-ás vezetés után nem várt vereséget szenvedett hazai pályán a Debrecentől. Csapatunk jelenleg az utolsó előtti a megszerzett egy ponttal. Az első forduló két vesztese találkozott egymással szombaton a Messi István sportcsarnokban. A KRC 1-0-ról még a Deac 2-0-ról bukta el az első találkozóját. Szoros első szettel indult a mérkőzés, mindkét csapat sokat hibázott, főleg nyitásban. A végjátékban a KRC volt a higgadtabb, és ez elegendő volt. A folytatás is jól alakult, mert 2-2 után már a KRC diktálta a tempót, és ez jól fizetett. A végén már 7 pont volt a különbség Argilegoszék javára. 2-0-nál már eldőlni látszott minden, és jól esően nyugtáztuk, hogy a Debrecen csak szimpatikus vesztes lehet ezen a mérkőzésen. A Deacnál nem így gondolták, legalább szettet akartak nyerni, és ez a harmadikban meg is tették. 2-1 után tovább nőtt a fehérmezesek étvágya, és 9 ponttal megnyerték a negyedik szettet. Az ötödik elején már 3-4 ponttal is vezettek, és a Kecskemét hiába kapaszkodott. A Deac a siker ízét megízlelve most már taktikusan is játszott. A vége 11-15 és 2-3 volt, azaz két vereséggel kezdjük a 22-es, 23-as bajnoki szezon. Ezen a mérkőzésen hősök voltak a fiúk, és olyan helyzetből fordítottak, ahol lelkileg már úgy tűnt, hogy összeroppadunk, de volt erejük. Én, amit tehettem, hozzátettem, de igaziból ők tudták ezt az erőt felvonultatni, mivel fordult a kocka. Hát a Kecskemét, mint jó ellenfél, talán elhitte hamarabb, hogy már vége a meccsnek, és ezt sikerült kihasználnunk. Ilyenkor két dologgal lehet próbálkozni. Egyik az, hogy azt mondjuk, hogy most már mindegy, játszunk a kedvünkre, és akkor lazábbak, mert feszültek ugye általában a játékosok, ha nagyon akarnak nyerni, mert nálunk is a meccs elején ugye az volt a jelszó, hogy most mindent bele, és akkor majd jók leszünk, és széttördeltük a saját játékunkat. És akkor azt mondja az ember, hogy lazán, vagy pedig azt mondja, hogy na most akkor még az utolsó energiát próbáljuk meg, és hát a sikerül. Mi ezt próbáltuk, ezt a másodikat, nem adtuk fel, és lehetett érezni, én legalábbis úgy éreztem a csapatomról, hogy volt egy küszöb, amit hogyha át tudunk lépni, akkor talán egészen másképpen fog alakulni a meccs. Ez csak egy remény volt, de bekövetkezett. És nyilván a Kecskemét tehet róla, mert talán elhitték, hogy már vége a meccsnek, talán azt gondolták, hogy innen már nincs visszaút a Debrecennek, és aztán mire próbáltak váltani, akkor már késő volt. Ugye a mi csapatunk most stabilabb védekezésben, nyitásfogadásban, pontosabbak vagyunk, mint az előző időszakban, és a támadásban is sikerült felépítenünk egy olyan támadási rendszert, módszert, amelyikkel eredményesek lehetünk. Ebbe bízom, hogy ez így fog majd folytatódni. Azt nem lehet megmondani, hogy most mi annyira klasszisok lennénk, de azt szeretnénk lenni. Én azt látom, és így is gondoltam a bajnokság kezdete előtt, hogy kiegyensúlyozott mezőny lesz, az fog további eredményesebben szerepelni, szerintem aki jobban bírja a fejbe és erővel. Meg ugye milyen a cseresora. Mert ugye itt minden meccsen hajtani kell, én úgy látom, minden csapat megpróbál győzni, senki se ad fel meccset, és azt fogja talán eldönteni, hogy pszichikailag és fizikailag, illetve a cseresorral hogy tudnak operálni a csapatok. Nehéz megjósolni, még ez korán van ahhoz, mert ugye kikiáltottuk előre, hogy a pénzügyi valószínűleg most is a diktáló lesz, de amit egyébként én is láttam, mert néztem a tévében a meccset, nem láttam olyan diktálónak, mint tavaly. Hogy ez csak egy pillanatnyi helyzet volt, és feljavulnak, azt nem tudom. Mi reménykedünk abban, hogyha így úgy játszanak, ahogy mi láttuk, akkor mi is ellenfelei leszünk nekik. Ez a szezon egyelőre nem úgy indul, ahogy elterveztük. Az első forduló után nyújtott extra teljesítményünk után ugye most nélkülöznünk kellett egy kezdőjátékosunkat. Így kicsit gyengébb volt a keretünk, de így is megoldottuk az első két szedben a problémát, szerintem kiválóan koncentráltan játszottunk. A harmadik szedben lehet, hogy úgy éreztem, kicsit elfogyott a lendület, döcögött a játék, és feljavult a Debrecennek a játéka. Hát nem tudtuk behúzni ezt a meccset. Ebben a mai bajnokságban nem lehet hátradőlni senki ellen, ezt most láttátok ti is, hogy a Debrecen is komoly erőt képvisel, nem lehet hátradőlni. Eddig két lehetőséget halasztottunk el a szezonba. Át kell gondolnunk a stratégiát, komolyabban kell készülnünk. További eredmények. MAX Pénzügyőr 3-1, Mávelőre Kaposvár 2-3, Kazincbarcika Kistex 3-1.